December 2-a, kedd. Soha ne fejezzétek be a napot anélkül, hogy kibékültetek volna egymással. A békességet minden nap újra kell teremteni a családban. Kérem, köszönöm, bocsánat. Ismételjük ezt a három szót a családban is. Minden nap bocsássatok meg egymásnak. Jó elhatározás. Átgondolom, van-e haragosom? Ha igen, akkor teszek egy lépést a békülés útján. Ha más nem tudok, akkor egy imát elmondok a kapcsolatunk javulásáért. Közösen gyújtották meg az első gyertyát Gyergyószent Miklós adventi koszorúján a város főterén. Péntektől vasárnapig lesz látogatható a Gyergyó Expo a Városi Sportcsarnokban. Pályázatot hirdetett a Proterra Alapítvány a kézművesség népszerűsítése céljából. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek részletesebben, ha tehetik, tartsanak velünk. Negyedik alkalommal gyújtották meg közösen Gyergyószent Miklós lakói a város főterén az adventi koszorú első gyertyáját. A láng gyertyáról gyertyára járt, és ezt a kis fényt mindenki hazavihette otthonába, hogy továbbadhassa az ünnep idején. Ezúttal is nagyon sokan vettek részt a mind nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvényen, amely hozzájárult ahhoz, hogy a jelenlevők már advent kezdetén átérezzék a várakozás csodáját és örömteli pillanatait. Vasárnap este megtelt a főtéri park rendezvénytere, ahol előbb a melegedőt, vagyis a pattogó tüzet állták körbe a szentmisékről vagy otthonról érkezők, majd mind többen sorakoztak a kis színpad előterében. A közös gyertyagyújtásnak mára már hagyománya lett Gyergyószent Miklóson, és a legtöbb család igyekszik részt venni rajta, hiszen a gyermekek számára is nagy élmény ez az esemény. A hangulatot az ifi csoport éneke emelte. A rendezvényt Mezei János polgármester nyitotta meg, aki gondolataival az advent jelentőségére hívta fel a figyelmet. Eljöttünk ide a térre, hogy ünneplővel ötöztessük a lelkünket, az ünneplővel öltözött várossal együtt ünnepelhessünk, és az adventre a várakozás erejével éljünk, felkészülve a karácsonyra, Krisztus születésére, arra az áldott momentumra, ami áldásozott erre a világra, és irányt mutatott a nemzeteknek, népeknek. A mai napon meggyújtjuk a lángot, meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún, amellyel legyőzzük a sötétséget, fényt derítünk az árnyoldalakra, és egy percre elcsendesülve visszaemlékezünk az eltelt időszakra. Az adventi koszorú első gyertyájának ünnepélyes meggyújtásán főtisztelendő Truca János örmény katolikus plébános mondott lélekmelegítő beszédet. Advent a Jézus várás időszaka. Adventi koszoruk megjelenése, gyertyagyújtás, rórát és szentmiség, mind-mind figyelmeztetés az előkészületre. 4 héten keresztül ostromoljuk az eget, jöjj el, Urunk Jézus! Karácsonykor újra szülesz meg a szívünkben. Ezt kérjük tőled. Az adventi várakozásunk akkor lesz jó, ha a megszokottságunkból kimozdulunk. Ha akarjuk Jézust, kérjük, jöjjön és zavarja meg téves egyensúlyunkat.
Arra kérjük, támasszon vihart gyarlóságainkkal megbékélt mindennapi életünkben. Ehhez csendet kell teremtenünk a szívünkben. Csendet advent idején, hogy elérjen bennünket az Isten lelket mozgató vihara. A Krisztusra való várakozás nem tétlenség. Isten hozzájárulásunk nélkül nem formál át bennünket. Igényli az igenünket, a közreműködésünket. Adventben nem arra várunk, hogy az Isten formáljon bennünket, hanem hogy mi magunk formáljunk, vagyis Isten kegyelmével szabadítsuk meg önmagunkat a bűntől. Idén a város felekezetei és kórusai mellett a közös gyertyagyújtásokon kiemelt figyelmet fordítanak a természetjáró és természetvédő egyesületekre. Az ők áldásos tevékenységüknek köszönhetően tudjuk még inkább értékelni azokat a természeti kincseinket, amelyek övezik városunkat. Advent 4 vasárnapján az Erdélyi Kárpát Egyesület, a Szálvámont Dancúrás Hegyi Mentő Egyesület, a Gyilkostó Adventure csapata és a Naturland gyújtja meg a város adventi koszorúján a gyertyát, és tolmácsolja a naptár következő heti üzeneteit, amelyet a Szent Miklós plébánia munkatársai fogalmaztak meg. Ezúttal Vadász Szatmári István, az EKE helyi elnöke gyújtotta meg a Szent Miklós plébániáról hozott lánggal az adventi koszorú első gyertyáját, és kérte, hogy ez a láng erősítse meg szívünkben a fényt, és ezt adjuk tovább, hogy átjárhassa mindenki szívét. Vasárnap a Szent Miklós napokra való tekintettel nem este, hanem déli 12 órakor gyújtják meg ünnepélyes keretek között az adventi koszorú második gyertyáját. Átadták Gyergyó Remetén a 153 céljelzésű megyei út feljavított szakaszát, illetve a csutakfalvi Kossuth utca leaszfaltozott részét. Az ünnepségen a helyi önkormányzat részéről Lackó Albert Elemér polgármester, Hargita megye tanácsa részéről pedig Barti Tihamér alelnök köszöntötte az egybegyülteket. A polgármester beszámolt, a 6 méter széles megyei út szélét megerősítették, megemelték az aknatetőket, lefektették a víz- és csatorna hálózatot. A 153 céljelzésű megyei út átadása után szalagvágásra került sor a Kossuth utcában is. Ezen a községi úton sáncokat, átereszeket, útpatkát alakítottak ki, és aszfaltréteket húztak 65 ezer lejes összköltségvetésből. Az aszfaltozást folytatni szeretnék majd a Kossuth térig. Az utat az áfából visszaosztott pénzből javították fel. Idén is nagy sikerű veszte a római katolikus plébániák által szervezett adventi vásárokat. Vasárnap délelőtt a Szent Miklós és a Szent István templom kertjében is jótékony céllal kínálták a kézműves jellegű, saját maguk által készített ünnepi jellegű termékeket a különböző csoportok, egyesületek. Vásárlóban sem volt hiány, mert sokan ellátogattak az adventi vásárra. Adventi koszoruk, naptárak, saját készítésű karácsonyi díszek, meglepetés Mikulás csizmák, sütemények, betlehemi jászolok, sok-sok csodaszép ünnepi jellegű termékkel várták a vásárlóikat a plébániák által szervezett hagyományos adventi vásáron. A hideg ellen meleg teát is kínáltak, és az ifisek, valamint Boldizsár Ferenc atya jóvoltából hangulatos ünnepi zene szólt. Kérlek, nézd meg most szemet, pillantásod vessek a mennybe. Valóban lássalak, miközben énekeljük szent a hat. Szent vagy szent, vagy szent a hat. Szent vagy szent, vagy szent a hat. Uram, te fénytelevízió stábja arról faggatta a Szent Miklós római katolikus templom kertjében árusítókat, milyen termékekkel készültek az adventi vásárra, illetve milyen célra ajánlják fel a bevételük egy részét. Mi elég sok mindennel készültünk idén az adventi vásárra, többek között nem csak azért, hogy eladjuk, hanem azért is, mert ez nekünk egy jó szórakozás, hogy szombaton délelőtt egy kicsit összeülünk, dolgozunk, így egymást is egy kicsit jobban megismerjük, mert többek között vannak kisebbek is, akik ugye még nem tudnak annyira
nagy dolgokat csinálni, de ők is élvezik, amit csinálnak, és segítünk nekik, hogy minél jobb dolgokat csinálnak, és hogy tanulhassanak hajtogatni dolgokat, meg ezt-azt. És ez amúgy is jó, mert azzal, hogy ilyeneket csinálunk, szerintem örömet tudunk szerezni az embereknek, hogy ajándékokat tudnak vásárolni, és így na, látják, hogy ez nem valami bolt is, hogy a gyerekek is tudnak szépen dolgozni, és hogy mennyi tudnak fejlődni. És hogy az a jó, hogy nem csak magunkért csináljuk, hanem főleg ami bevétel egy része, azt adjuk a szeretett konyhának, és ezáltal tudunk segíteni azoknak, akiknek esetleg rászorulnak. A szokásos kézmunkáinkat készítettük már, adventi koszorút, horgolt angyalkák, harangocskák, akkor nagyon sok kézműves termékünk van, például illatosított szappan, házi készítésű fürdősó, tehát, és nagyon-nagyon sok ilyen dísztárgy, kopogtató érdekességek, kis Mikulás, kötött holmik, na, mint amit évente szoktunk, ez már nálunk hagyománya, és törekszünk arra, hogy minden kézmunka legyen, és műdolgot, ilyesmit egyáltalán nem teszünk a díszítések során. A bevételt, hát azt is mindig a szeretett konyha javára ajánljuk fel, természetesen valamennyit a nyersanyagot, amit felhasználtunk, próbálunk abból kifizetni, és jótékonysági cél. Nekünk a tevékenységünk jótékonyságon alapszik teljes egészében, és ezt is ilyen célra ajánljuk fel. Betlehemeket készítettünk jótékony számra, jótékony célra ajánljuk fel. Sokáig dolgoztunk vele, nagyon érdekes volt, és remélem, hogy sokan fognak vásárolni tőlünk. Koszorokat, kopogtatókat készítettünk, és egyértyásokat is az idősek részére, mert nem mindenki tudja megengedni magának, hogy egy egész koszorút megvegyen. Egy részét a szegény konyha javára fogjuk felajánlani, a másik részét pedig a cukorbeteg gyerekeknek veszünk karácsonyra, Mikulásra ajándékot. Mi nagyon szorgosan készülöttünk a Kolping családdal az adventi vásárra. Koszorúkat nagyrészt, kopogtatókat és ilyen képeslapokat, karácsonyfadíszeket karácsonyra készítettünk. A bevételt azt a szeretett konyha javára fogjuk ajánlani. A Szent István templom előtti téren is több mint 10 asztalnál kínálták a saját készítésű termékeket a különböző csoportok. Ők a bevételük egy részét az Együtt Egymásért akció keretében a rászoruló családoknak ajánlották fel. Egy gyalogost gázoltak halálra múlt héten csütörtökön délután Gyergyó alfaluban. Az alfalvi 56 éves férfi ittasan fényvisszaverő mellény és egyéb fényforrás nélkül tartózkodott az úttesten. Falustársa, a 35 éves autóvezető Gyergyószent Miklós felől érkezve gázolta el az úton tartózkodó férfit, aki röviddel a balesetet követően belehalt sérüléseibe. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indítanak büntető eljárást. December 4-e és 7-e között rendezik meg az idei Szent Miklós napokat. A Városnapok a Szent Miklós búcsú ünnep köré szerveződik, a megszokott programpontokra ebben az évben is számíthat a nagy közönség. Lesz például gyergyói seregszemle, kárpát-medencei disznótoros főzőverseny, gyergyói expo, Szent Miklós érkezése, fényjáték, valamint koncertek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Egyes rendezvényekre, vagyis a kárpát-medencei disznótoros főzőversenyre, a forralt bor készítő versenyre és a gyergyói seregszemlére holnapig lehet még bejelentkezni. Rajtra kész a 2014-es Szent Miklós napok. A rendezvény sorozat két nap múlva, december 4-én veszi kezdetét. December 7-éig, vasárnapig több olyan rendezvény is lesz, amelyel a korábbi években már találkozott a közönség. A programot az előző évekhez hasonlóan igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindegyik célközönséget tudjuk megszólítani, így kiemelt szerepet kap a kulturális és közösségi események. Ezek mellett természetesen a gyermekekre is gondoltunk,
nekik is külön programokat biztosítunk, és a közösségi események közül kiemelnénk a legnagyobbakat, a Várjuk Együtt Szent Miklóst, illetve a Kárpát-medencei, 5. Kárpát-medencei disznótoros főzőversenyt, illetve a vele párhuzamosan zajló forradbor készítő versenyt, amelyet természetesen követni fog egy nagy szabadtéri koncert, amikor is Vastag Csaba fogja szórakoztatni a közönséget, és azt követően pedig az Abrakazabra zenekar Somló Tamással Lokomotív GT koncertet fognak adni, úgymond, és Demjén Rózsi Best of slágereit fogják előadni. Ezek mellett lesz gyergyói seregszemle, amely a helyi civil szervezetek ünnepélyes felvonulását jelenti december 5-én. Erre december 3-áig jelentkezhetnek az érdeklődők. Szintén holnapig lehet jelentkezni a Kárpát-medencei disznótoros főzőversenyre és a forradbor készítő versenyre. A két utóbbi eseményre december 7-én vasárnap kerül sor. A megszokott programok mellett idén is lesz Gyergyó Expo, fényjáték, fotókiállítás, könyvbemutató, néptáncgála, koncertek majdnem minden műfajban. Az állandó programok között szerepel a 3D-s mozi, illetve hajómodell kiállítás. Ezek mellett megtartják a hagyományosnak számító sportversenyeket is. A Városnapok keretében december 6-án délelőtt 10:30-tól tartják a Szent Miklós napi búcsús szentmisét és ünnepélyes körmenetet a város főterén. A keresztalyákat délelőtt 10 órától fogadják. A szertartás alatt elhangzik majd a temesvári mise a Szent Miklós kamarakórus előadásában. A dísztanácsülést szintén szombaton tartják. Erre délután 4 órától kerül sor, ahol várhatóan átadják a pro urbe és díszpolgári díjakat. A részletes program a hirdetőtáblákon már megtalálható, ugyanakkor a www.szentmiklósnapok.ro honlapon is elérhető a rendezvények programja és leírása. A honlapon letölthetők az egyes programokhoz szükséges regisztrációs űrlapok is. A Szent Miklós napok keretében december 5-én pénteken nyitja kapuit az idei Gyergyó Expo. A városi sportcsarnokban közel 50 cég és kézműves mutatkozik be, többségük gyergyószéki településekről. A Szent Miklós napok keretében december 5 és 7-e között 4. alkalommal szervezik meg a Gyergyó Expót. A vásárral egybekötött kiállításon közel 50 vállalkozó mutatkozik be, ezek nagy többsége kézműves termékekkel érkezik a gazdasági rendezvényre. A Gyergyó Expót az Expo Ár Kft. Szervezi, a helyi önkormányzat és Magyarország csíkszeredai konzulátusának hathatós támogatásával. A magyar kormánynak is kiemelt célja az, hogy támogassa a székelyföldi, tehát a Kárpát-medencei magyar vállalkozásokat, és hát mi is úgy gondoltuk, hogy a saját szerény eszközeinkkel hozzá tudunk járulni. Nevünkkel, arculatunkkal ehhez a kezdeményezéshez, illetve némi csekély anyagi támogatással is. A gazdasági rendezvény célja, hogy a helyi és azon belül is a gyergyói vállalkozásokat erősítse, mint egy találkozóhelyként szolgál a vásárlók és az eladók számára. Ebben az évben a kiállítók és egyben a vásárosok 60%-a kézműves, de emellett a megszokott szolgáltatások is és egyéb közhasznú cikkeket árusítók is helyet kaptak. Az idén úgy állítottuk össze a kiállítók struktúráját, hogy figyelembe vettük, hogy ugye Mikulás, meg hogy közeleg a karácsony, és olyan termékeket tudjunk kiállítani, illetve a látogatók, vásárlók olyanokat tudjanak megvásárolni, amit nem igazán találnak meg a bevásárlóközpontokba, és nem is nagyon férnek bele az ilyen helyi vásárok kategóriájába. Kézműves termékekre gondolok, itt ugye nagyon széles skála a fafaragástól, a kerámiától, a filc ruházatokig, nagyon sok minden, ami megtalálható, ők vannak túlsúlyban ezen a kiállításon. Amellett természetesen vannak közhasználati cikkek, vannak technikai cikkek, ugye specifikus, így inkább kazánok, meg termopánok, szóval ami ugye télen a megkésettek, ugye, vagy beszerezhetik most jó áron. Az Expo abban különbözik a helyi, illetve tematikus vásároktól, hogy szélesebb termékskálát kínálnak az odalátogatóknak.
Emellett magyarországi vállalkozások is jelen lesznek. Az Expo keretében pedig termékbemutatót is tartanak. A Gyergyó Expo tehát a Szent Miklós napok keretében december 5-én, pénteken délután 2 órakor nyitja kapuit. December 6-án, szombaton 10 és 19 óra között, másnap pedig 10 és 16 óra között lesz látogatható. A szervezők minden érdeklődőt, vásárolni vágyott vagy ünnepre készülőt szeretettel várnak. A hétvégén játszották a román felnőtt jégkorongbajnokság alapszakaszának utolsó mérkőzését. Szombaton délután a Csíkkarcfalvi műjégpályán fölényes győzelmet aratott a bukaresti Steaua a Progim ellen. A gyergyószentmiklósi csapat 11-3-ra kapott ki a fővárosiaktól. Nagy felháborodást keltett a találkozó jegyára, mivel a belépő gyerekeknek 20, felnőtteknek 50 lejbe került. Tét nélküli mérkőzésen a Galaci Dunărea 24-1-re győzte le a bukaresti Sportul Studențesc együttesét. A Progim 6 pontot gyűjtött az alapszakasz találkozóin, így az 5. helyen zárt. A MOL ligában is érdekelt brassói Corona bejutott az elődöntőbe, a Steaua, a Dunărea, a Progim és a Sportul a középszakaszban folytathatja, ahol eldől a további 3 elődöntős kiléte. A HSC Csíkszereda csak a helyosztókon kapcsolódik majd be újra a romániai bajnokságba, amikor a csékiak a középszakasz utolsó helyezettjével játszanak majd az 5. helyért. A Progim a folytatásban december 5-én ismét a bukaresti Steaua ellen lép pályára. A ProTerra Alapítvány második alkalommal hirdeti meg dekorációkészítő online pályázatát. Ügyes kezek télen sem tétlenkednek 2014 címmel. Két kategóriában lehet pályázni, gyerekek és felnőtt korosztályban. Az eredményhirdetésre és díjazásra december 27-én kerül sor. A nyertesek művészeti csomagokban részesülnek. A ProTerra Alapítvány idén is meghirdette dekorációkészítő online pályázatát Ügyes kezek télen sem tétlenkednek címmel, melynek célja kedvet adni az embereknek arra, hogy készítsenek saját kezűleg ünnepi és téli dekorációkat. A pályázat által mindenkit, fiatalt és idősebb korosztályt egyaránt arra buzdítanak, hogy saját kezűleg készítsenek dekorációkat, hogy megtapasztalják a barkácsolás, a kézművesség szépségét és az alkotás örömét. Pályázni 2 darab télies karácsonyi jellegű kézimunkával lehet, ajtó, ablak, asztali dekorációkkal, karácsonyfára való díszekkel és egyéb ötletes téli dekorációkkal. Az elkészült munkákról 2 fényképet kell eljuttatni az alapítványhoz, egyik a készítés folyamatáról, a másik fénykép pedig a végeredményről kell szóljon. Pályázni 2 kategóriában lehet, a gyerek kategória 8 és 14 éveseknek szól, a felnőtt kategória pedig 15 évesektől felső korhatár nélkül. A pályázat leadásának határideje december 22-e, a munkákról készült fotókat a képernyőn látható e-mail címre kell eljuttatni. A pályázó a nevét, életkorát, pontos címét és telefonszámát kell mellékelje, illetve a levél tárgyaként a téli dekó versenyt kell feltüntetni. Eredményhirdetésre december 27-én kerül sor az alapítvány Facebookos oldalán. Nyerteseket gyerek és felnőtt kategóriában hirdetnek, a pályázat eredményeként összesen 6 díjat osztanak ki. Ezek voltak már a híreink, hamarosan a Látogató című műsort láthatják nézőink. Kellemes estét, a viszontlátásra! Stúdiónkat a Makó Virágüzlet varázsolta szebbé.
Smink és frizura, szépségcenter. A bemondónőt öltöztette a West Dream divatbolt. December 3-a szerda. Az irgalmasság és a hit az igazi erő, amely képes megváltani azt az embert és a világot a bűntől és a rosszól. Jó elhatározás. Látogassunk meg egy időst, vagy akár a nagyszülőket. Segítsünk neki valamit, mint például bevásárolni, takarítani. Legyen ez igazi találkozás.